Sharp System 8800 az asztalon. Kitakarítva, előlapja leszedve, mert hogy valaki ezt valamikor próbálta ledesíteni, egy gyárilag izzó van, és én is most lepődtem meg, hogy ez igazából egy ledes kivezérési jelző, csak nagyon jó be van maszkolva, és narancsárga led oszlop ugrál benne a zenére. Na most valaki próbálta itt egy szál leddel két oldalról megvilágítani magát a skálát, ami ez a szép sötét lapocska itt alatta. Na most kisebb sikerrel. Hát 12 voltot kap elvileg, úgyhogy én helyettestem ekkora izzom nincs. Szofitában lenne ilyen bazi nagy, de szerintem az nagyon nagy teljesmény ide. Úgyhogy ahhoz, hogy azért kicsit jobban szétosszuk a fényt, ami van, hát én LED szalagot fogok ide rakni. 12 volt nyit, ő meg sorba kötött két ledet, és valamekkora elnást, ilyen 680 ohmot, vagy mekkorát. 560-at, bocsi, sorba kötött vele, és arról ment a két led, és nagyon pici fénye volt. Na most ez egy ilyen többsebből vérző erősítő, alapvetően szólni szól. A bemeneti RCA-ja, nem is tudom hol lóg, itt lóg, az már itt toldott, szikszalagozott, plusz hiányzik is az egyiknek a testje, és hogyha véletlenül megmozdítod az RCA-t, elkezd még a másik is sípolni, és fütyülni, és gerjed az erőstő egyből azonnal, mert hogy semmilyen hangerő szabályzó ezeken az erőstökön nincsen. Úgyhogy azt is meg kell oldjam, kap egy új kábelt. A kimeneti csatija pedig, az meg ilyen állapotban van, úgyhogy még ezt is cserélni kell. De szerencsére van egy donorunk, és itt is lehet látni a pontos adatait, neki SX8800 és 1155 wattot vehet koreai egyébként. Én nekem 7700-en volt, ilyet már többet bontottam, úgyhogy most egy ilyen van az asztalon. Nos, csak reménykedem benne, hogy így szétszórva LED szalaggal a fényt jól fog kinézni hátulról a skála. Bekötöttem a két végét, 12 voltot kap elvileg, kapcsolat szerint. Úgyhogy ennek működnie kéne, úgyhogy most összép borítom, aztán megnézzük az elején, mit csinálom, amikor összekötöm. Ez van, amikor hozott anyagból dolgozok, és nem tudom, hogy eredetileg hogy volt. Utána láttam meg, hogy ott van egy ilyen bevágás vájat jobb oldalt, meg bal oldalt magyarul, oldalról kell megvilágítani. Igen, a maszk lap ez a fekete, és mögötte egy plexi van, és azon van ugye a feliratozás, úgyhogy erről is belett oda állítva, hát ha annyira nem is állítva, de legalább oldalról világít, és most így, hogy oldalról világít. Na, még ha érintkeznénk is. Ilyen menő lesz, gyerekek. Ott a skála. Megvilágítva leddel. Király! Na, így már jó fog kinézni. Mivel bekapcsológom nincs rajta, és egyből indul, ha megkapja a 230-at, hát szerelek rá, azaz, hogy alakítottam ki rajta egy ilyen alakú furatnak nem nevezhető. Hát rést. Mi ez? Lukat. És oda be lesz patintva ez a kapcsoló, és azzal lesz majd kapcsolgatva, az lesz a power. Egy az egybe a betáp kábelünk itt jön be, és megy a relés cuccra, amit a relés cuccot azt már ugye átkötöttek, és ezt azért kötötték át, mert ezt, ha jól tudom, az előfok vezérli. Amúgy, de mivel nincs összekötve semmivel, ezért nem vezérli az előfok, és azt, hogy átkötötték, én azt az átkötést megszüntetem, és közé berakom szépen a két kábelemet. Bekötve. Ok. Wow! Hát itt vibrál, de ott nem vibrál. Valószínűleg lüktető egyen kap. Hangszóró be. Na, mindjárt elkap a YouTube ezért. Meg lehet túl erős is, mi? De jó néz ki, jó néz ki, jó lesz, nagyon jó lesz, és a kivezési jelzőt lehet persze lejjebb kapcsolni, ha érintkezik is. Jó, vissza. Jó, na most jön az, hogy kimeneti csatlakozó, és mi kell még nekünk? Jó, RC a csere. És amikor a Csati is megkapta maga rugóját, és mindegyik szuperül áll a helyén, akkor lehet megszólaltatni újra. Az erős egyébként így, hogy nincs összekötve semmi
passzív lezárással nincs mögötte potméter, így a levegőben lóg szinte a bemeneti 330 kilómjával a végfokoknak. Nos, kapott tőlem oda azért két darab 47 kát földre, hogy a levegőben mozgatva a szép új RCA kábelt ne szedjen már össze annyi zajt, hogy begerjedjen rá, mert itt megtörtént. Úgyhogy új RCA kapcsoló bekötve, plüty-plüty, és azért tudni kell róla, hogy ez az erősítő körülbelül 80 voltról, plusz-minusz 80 voltról üzemel, úgyhogy hát ha 320 wattot, amit ez itt ír, nem is tud esetleg 80-on, de valószínűleg meg is közelítheti. Azt hiszem ez a legnagyobb STK egyébként a 40-50. Mármint ilyen mono verzióba. És amúgy ez egy igen izmos erősítő, ami igaz eredeti végfok IC-k vannak benne. Sajnos a utángyártott kínaival volt már egy-kettő darabom, ami pórul járt, és az első bulit sem bírta ki. Nos, akkor kimenti csati, javítva, bemeneti kábel cserélve, lezártam 47K-val, ne lógjon a levegőbe, kapott egy kapcsolót, megjavítottam a kivezérési jelzőt, és igazából üzemkész. Nézzük, pikpok. Csak egyszerűbb kell nyomni mind a kettőt, mert ez egy ilyen off, ki is lehet kapcsolni a hangszórót a fülhallgató használat esetén. Fókuszálj már rá, barátom. Akarna végre. Tehát az ott egy on-off. Speaker on-off, és ezzel meg az A és a B-t lehet váltani. Úgyhogy most épp. Munkodik. Munkodik, gyerekek. És semmi zaja nincs. Totál csendben van. Ja, és azt lehet látni a kivezérési jelzőn, hogy a átváltott kivezérési jelző érzékenységnél a jobb oldali az, amikor nagyon érzékeny, 32 watt a csuma, itt meg ugye a 320, tehát egy tizedét mutatja. 220 watt-tal próbálkozunk, amúgy nagyon hangos, és én ennek mindig is szerettem a hangját, én eleve STK párti vagyok, ugye? Úgyhogy örülök neki, hogy egy ilyen darab járt nálam, aminek még eredeti az IC-je. Szép jószág. Na és összedobozolva, egy ilyen monstrumot kapunk. Megjegyezném, két darab, több mint 500 voltamperes trafó van benne, és nyugalom be ennyit vesz. Egy 20 voltampert. Azért az nem semmi. Jók azok a trafók. Nagyon jó ez az erősítő. És a külső hangerő szabályzommal. Már kenethem is neki. Ilyen lett ez a sarp. Rajta múlna, raknék még rá hangerő szabályzót is, de nem kell, mert előfok van előtte, és azzal lehet gyönyörűen hangerő szabályozni. Mert hát itt simán, még akár sztereóba ide is be lehetne két hangerő gombot rakni, bár lehet, hogy nem lenne szép, de akár a hátuljára is annak meg nincs értelme, hogyha eleve előfokkal hajtják. Úgyhogy jól van ez így, gyerekek, jól van ez így. Egy Sharp System 8800 SX 8800 járt nálam. Ezt is jobbá tettem egy kicsit. Ha tetszett a videó, nyomjatok like-ot, fel lehet iratkozni, aki még nem tette meg. És jövök legközelebb is. Sziasztok!